A Tiszafüredi rendőrkapitányság folytat büntető eljárást kr belga állampolgár ellen 18 éven aluli sértett sérelmére elkövetett szexuális erőszak büntettének megalapozott gyanúja miatt. A 36 éves férfi 2021 nyarán Tisza Szent Imrei lakásában erőszakoskodott áldozatával. A Jászánykun szolnok megyei rendőröknek sikerült a férfi eljárás alá vonni, majd a szolnoki törvényszék a gyanúsított bűnügyi felügyeletét rendelte el. Ez alapján a Tisza Szent Imre ingatlanát csak külön engedéllyel hagyhatta volna el. K.R.E. azonban 2022. május 21-én a részére kijelölt lakóhelyéről megszökött és azóta ismeretlen helyen bujkált. A belga állampolgár felkutatása érdekében a Tisza-Firedi rendőrkapitányság nyomozói elmezték a rendelkezésükre álló adatokat, amelyekből azt a következtetést vonták le, hogy a körzött személy külföldön vélhetően Belgiumban tartózkodhat. Így felvették a kapcsolatot a készeléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda, életvédelmi, és célkörözési főosztály célkörözési osztályával, hogy a segítségét kérjék a körözött személy elfogásában. A magyar fejvadászok a célkörözési egységek nemzetközi hálózatán keresztül megkeresték a belga célkörözési egységet, majd szoros együttműködésben feltérképezték a szökevényvil tartózkodási helyét, és akciót szerveztek elfogására. A rajtaütés sikerrel járt a belgiumi Lommel városában, ahol a belga rendőrök esélyt sem adtak a körözött személy menekülésére. A kiadatási őrizetet követően a körözött szemét a belga rendőrök átadják a magyar kollégáknak.